Köszöntöm a Tolnatáj Televízió kedves nézőit, Alexandra Manea vagyok. Önök a Kultúrszoba című magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. 13 esztendeje igazgatja a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeumot. Ódor János Gáborral beszélgettünk. Kontinenseken átívelő kávékultúra Szekszárdon. Stór Sándorral és fiával Márkkal beszélgettünk. Sajtótájékoztató. Ismertették az új színházi évad előadásait. Harminc éve dolgozik a 130 éves Wosinski Mór Múzeumban. Immáron 13 esztendeje Tolna vármegye leghosszabb ideje folyamatosan működő kulturális intézményének igazgatója. Ódor János Gábor fogadott bennünket irodájában. Az, hogy régészletem, az több dolognak az együttes eredője. Az egyik valóban a szülőfalomnak a adottságaiba keresendő, mert én is szoktam ezen természetesen töprengeni, hogy sokszor véletleneken múlnak a dolgok, hogy az ember éppen milyen pályán köthet ki. De az egyik az való igaz, hogy Simontornya, ott ez az észak-tolnai kisváros, ahonnan én származok, annak az egyik legismertebb műemléképülete az a téglavár, ami 13. századi eredetű, mai formájában az ország egyik legnagyobb reneszánsz épületegyüttese. Hosszú évtizedeken keresztül a Szekszárdi Múzeumnak volt egyébként a filiálé, az én gyerekkoromban, 70-es években, 80-as években könyvtár is működött a falai között, és ebből adódóan, mint helyben iskolás, nagyon sokszor jártunk könyvtár miatt ebbe a várba, könyvtár részbe, sok időt töltöttem ott, és hát előbb-utóbb elkezdett érdekelni ennek a története, meg a településnek is a története. Sok szakirodalmat is meg tudtam ott helyben szerezni, tehát ez ilyen szempontból inspiráló is volt, azt lehet mondani, már amennyiben egy ilyen 13-14 éves gyereknek ez inspirációt jelent. Nekem úgy emlékszem rá, hogy az volt. És egy történelmi versenyen is jó eredményt értem el, aminek a köszönhetően a szomszédos ozorai vár ásatására eljutottam. És tulajdonképpen az volt, ami ilyen meghatározta az én későbbi pályaválasztásomat, mert hogy ott élesbe láttam a régészeknek a munkáját, hogy hogyan zajlik. És hát ez olyan magával ragadó volt, tehát nyilván a Földnek is egyfajta szeretete is, meg önmagában az, hogy a Földből előbukkanó leletek és azok a lelet környezet, amiből ezek előkerültek, hogy ez mennyire hozzá tudnak adni ahhoz az adott időszakhoz. Hát ott jelen esetben ott az a középkor, de hát nyilván vannak ennél sokkal, de sokkal régebbi korokból származó leletek is. És aztán valahogy úgy alakult középiskolás koromban, én nem Simontornyára, hanem akkor még nem volt középiskola, a településen, nem Sárbogárdra jártam, hogy középiskolás nyaraimat ásatásokon töltöttem el lényegében, és nagyon sok emberrel megismerkedtem, tehát ez onnantól fogva egy elég ilyen céltudatos volt egészen az érettségig, és hát az sem volt akkor már számomra kérdés, hogy megpróbálom a régészetet. És végül is Budapesten az ELTE-re felvételiztem, és föl is vettek elsőre. Addigra már tényleg nagyon sok helyen jártam, meg nagyon sokat olvastam régészet tárgykörébe, és a népvándorláskor lett az az időszak, amivel elkezdtem foglalkozni, mert hogy addigra már jó néhány népvándorláskori főként, és leginkább avarkori, tehát a népvándorláskor középső időszakába, a 6.-tól 9. századig itt a Kárpát-medencébe itt élő és hatalmas nagy birodalmat létrehozó avaroknak a tárgyi kultúrája, anyagi kultúrája és akár szellemi hagyatéka érdekelt. Tehát függetlenül honfoglaláskorból írtam végül is a szakdolgozatomat Tolna megyei témában. Mindig is nagyon fontos volt számomra, hogy a
tágabban értelmezett szülőföldemet próbáljam meg kutatni. Szerettem itt a megyében is különböző ásatásokon részt venni. Abban az időben még ez volt is, nagyon megváltozott ez az elmúlt időszakban, de akkor még elég sok tervásatást folytattak, nem csak Ozorán, hanem Gerjenbe, Dunaföldön, nem akarom felsorolni, rengeteg helyen, és a helyi régészekkel is jó néhány ásatáson együtt tudtam dolgozni. És adtam magát a témavezető professzorom ajánlására is, hogy Tolna megyének a 10-11. Századi sírleleteit próbáljam meg szakdolgozatomban összegyűjteni. És ezt így is történt, tehát a diplomamunkám ez volt. És ezzel párhuzamosan valahogy úgy alakult, hogy amikor már az egyetem vége fele mindenki gondolkodik azon, hogy hol fog tudni majd esetleg elhelyezkedni, dolgozni. Nekem több lehetőségem is volt, de hát én itthon szerettem volna maradni, és abból a szempontból is mondom, hogy szerencsém volt, hogy akkor adódott egy lehetőség itt a Szekszárdi Múzeumban 1994-ben. A Paksi Városi Múzeum akkor, hát egész pontosan 93-ban alapították meg, és két kollega, dr. Rozner Gyula és dr. Váradiné Péter és Zsuzsa akkor átment ebbe a múzeumba, és két álláshely megüresedett. Rozner Gyula szintén népvándorlás korral foglalkozó régész, kitűnő régész volt, és az ő helyére vett fel a hivatali elődöm dr. Gál Attila. Hát ennek pont 30 esztendeje, vagy hát most szeptemberben lesz 30 esztendeje. Nem tudom, hogy az szerencse vagy szerencsétlenség, de én egy munkahelyen töltöttem ez idáig a munkás éveimet. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy adomány volt tulajdonképpen a sorstól, hogy ez így történt, mert egyrészt tudományos területen is sokkal jobban bele tudtam mélyülni ennek a területnek a múltjának, az emlékeit kutatva. Másrészt meg nagyon ragaszkodtam, és nagyon szeretem mai napig is Tolna megyét, Tolna vármegyét. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy tulajdonképpen nem gátoltak ebbe a dologba. Tehát az én családom, ahonnan én származom, az egy nagyon... Tehát nem volt igazából előttem érettségizett sem a családban, de ettől függetlenül respektálták a tudást, és mindig azt mondták, hogy ha tudok, akkor tanuljak, és próbáljam megtalálni a saját utamat, és ebből a szempontból is hálás vagyok a szüleimnek is, hogy amikor ilyen döntési helyzet volt, akkor soha nem volt olyan kötelezettség, hogy már pedig szakmát kell tanulnod, vagy nem tudom én mi, hanem azt mondták, hogy ha van hozzá elég eszed és kitartásod, akkor menjél középiskolába. Ugyanezt a szemléletet próbáltam a gyerekeimnek átadni, hogy találják meg a saját útjukat. Tehát az, hogy talán egy szülőnek ez az egyik fontos feladata, hogy egyrészt, hogy ne korlátozza a gyerekeit, másrészt, hogy amiben ő a tehetségüket úgy érzik, hogy ki tudják bontakoztatni, akkor azt megpróbálja elősegíteni. Úgyhogy igazából én örülök neki, hogy ők is úgy nagyjából egyetemisták már, de megtalálták talán azt az utat, ami nem régészet és nem muzeológia. Szekszárd jelenti számára az otthont, ahol nem csupán családot alapított, hanem kávékultúra is nevéhez fűződik. Szekszárdi kávézót 2010-ben nyitotta meg, teret keresve annak, hogy bemutathassa és megfelelően tudja prezentálni azt, amivel dolgozik, amit alkot. Jelenleg 12,5 hektáros kávéültetvényén gazdálkodik Costa Rican. Tóth Sándorral és fiával Márkkal beszélgettünk.
Építettünk egy fermentációs laboratóriumot a helyi szövetkezettel, és így gyakorlatilag egy nagyon erős kutatásfejlesztési folyamatot is elindítottunk kint. És ezeknek az eredményei azt gondolom, hogy évről évre látszanak a kávénkben, mert hogy bár mindig nagyon magas specialty minőségben voltak, tehát a kezdetektől 87 pont feletti kávékkal dolgoztunk, de már nemhogy nem ritka, hanem inkább gyakran előforduló, hogy 90 pont feletti tételeket is tudunk készíteni. Ugye ezek hazajönnek Szekszárdra, itt a kávéháza melletti kis pörkölő műhelyünkben készítünk belül a pörkölt kávét, még egy darabig, mert hamarosan kiköltöztetjük az ipari parkba, meg kezdjük kinőni. Az alkotás az minden tekintetben megjelenik. Azt viszont fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ez nem egy öncélú alkotás. Tehát nagyon szigorú szakmai standardek alapján dolgozunk, amit ötvözünk a saját filozófiánkkal, stílusunkkal, hitvallásunkkal, nem tudom, ízlésvilágunkkal. Tehát talán az elismertség vagy az ismertség ennek is köszönhető. Nagy figyelmet fordítunk a talaj egészségére, tehát a talaj mikrobiológiájára. Sokat mulcsolunk, zöld vágyázunk, tehát hogy ne száradjon olyan gyorsan a talaj, jobb legyen a víz elnyelő és megkötő képessége. Rengeteg gyógynövényt telepítettünk, igyekszünk mikroteraszozást alkalmazni, ami gyakorlatilag szintén a csapadék megtartását jelentősen elősegíti, illetve kicsit könnyebbé teszi a munkánkat, mert azért bizony vannak ilyen 60 fokos hegyoldalaink is, ahol termesztünk. Igazából magát a gazdálkodást gépesíteni nem tudjuk, talán két gép van, amit még használni tudunk, az egyik az egy motoros fűkassza, a másik pedig egy motoros háti permetező az alga kihordására, az összes többi az kézi munka, macsete, ásó, lapát és ilyenek. Mondjuk 1 kg zöld kávé, minőségi zöld kávé létrejöttéhez nekünk olyan 6 kg gyümölcsöt kell feldolgozni, tehát mondjuk egy 20 tonnás konténer esetében több mint 100 tonna gyümölcsöt kell megmozgatni többször, hogy annak a végén majd szárítva minőségi kávét kapjunk. Gyümölcsöt csak úgy tudjuk eltávolítani a cseréről, hogy a szár fönt marad az ágon, és a gyümölcs húsból egy pici darab kiszakad, tehát ott megnyílik. Na most a gyümölcsben ugye ott a nedvesség, ott a cukor, a levegőben pedig ott vannak a mikroorganizmusok, tehát elkerülhetetlenül beindul egy fermentáció. Ez így lehet, hogy nagyon misztikusan hangzik a kávé esetében, de így akkor most szeretném tájékoztatni a kedves tévénézőket, hogy a világon nincs olyan kávé, ami valami úton módon ne fermentálódott volna. Az egy más kérdés, hogy egyébként nem beszélünk róla, mert ez egy viszonylag szakmainak tekinthető kérdés. Mi pedig azt mondtuk, nyilván a helyi borászok tudásából ismerítkezve, a nemzetközi szakirodalomból, illetve azokból az irányokból, ami azért megjelent a kávépiacon, hogy ha ez a folyamat egyébként is végbe megy, akkor avatkozzunk be oly módon, hogy a természetes folyamatokat kontroll alá vonjuk. Fel kellett mérni az elején, és szerintem ebbe a csapat nagyon, nagyon higgadt és felnőttként tudott viselkedni, hogy volumenben nem tudunk
vagy nincs értelme a helyiekkel versenyezni. Ők ott élnek, nagyobb területeken gazdálkodnak, tudják, hogy hogyan kell sok jó kávét készíteni. Mi pedig a rendelkezésünkre álló területeket inkább használjuk ki úgy, hogy egészen különleges tételeket termesztünk, és egészen különleges tételeket hozunk létre, dolgozunk fel. Emiatt indult el gyakorlatilag a kutatásfejlesztési projekt úgy a termesztés, mint a feldolgozási vonalon is, és tényleg abszolút az egészséges határokat feszegetve hozunk létre csodálatos kávékat, mert hogy több fajtánk van, tehát nem tudom, 12 különböző féle kávét termesztünk, és mindezt 33 mikrodűlőben, tehát külön dűlőszelekcióink vannak, külön fajta szelekcióink. Mindegyik valamitől különleges, a fajtától, a mikrodűlőtől, a feldolgozástól, valamitől különlegesé válik, és hogy jobb szeretem, sőt, kifejezetten szeretem ezeket az értékeket élvezni egy adott csészében, és aztán majd a következő csészében meg a másikat, de hogy nem engedni magamra sem szakmailag, sem emberileg egy olyan elégedetlenséget, hogy ami nincs, az hiányzik. Hát nem, annak örülök, amin van. Az cél, mondjuk, hogy akár Costa Rican tudjak én is tevékenykedni, és akár egy saját termőterülettel is rendelkezzünk. De ha már szerencsére így hozta a sors, és a Jóisten is ezt akarta, akkor megpróbáljuk belőle a legtöbbet kihozni. Itt tényleg egy nagyon unikális dologról beszélhetünk, amit szerintem egyelőre megfelelően tudunk kihasználni, viszont látjuk benne a potenciált, és azt is tudjuk, hogy a jövőben ebből mit szeretnénk kihozni. És úgy érzem, hogy egy olyan csapat áll mögöttünk, akár mi ketten édesapámmal, akik kint aktívan tevékenykedünk, hogy talán csak a mi korlátaink szabhatnak neki határt, mert amúgy a csillagos ég a határ. Mindenképpen a felső kategóriába kell sorolnunk magunkat, saját magunkat is jól kell pozícionálnunk, tehát persze megvan a helye a szerénységnek, amit szerintem a mindennapokban is és a munkánkban is megkövetelünk magunktól is, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy amit csinálunk és amilyen kávékat le tudunk tenni az asztalra, az tényleg egyedülálló. Hát jelenleg tudomásunk szerint nagyon nincsen olyan, akinek ennyire az egész lánc a kezében található, és tényleg minden folyamatot átlát, mindent tud a kávéról, azt is tudja, hogy az melyik cserjéről jött, melyik termőterületről, stb. Tehát ezek alapvetően már olyan előnyök, amivel talán egy kicsit magunkat előrébb tudjuk hozni a nemzetközi és a hazai szintéren is. Sajtótájékoztatót tartottak Szekszáron a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. A 2024-25-ös színházi előadásokat ismertették, többek között a bérletekkel és az önálló jegyvásárlással kapcsolatban is. Gonda Mária ügyvezető igazgató számolt be az elmúlt színházi évad statisztikai adatairól. Két bérlettel készültek a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt.
több mint 500 bérletet adtunk el a felnőtteknek. A kisiskolás és az óvodás bérletünk viszont szinte teltházzal működött, ott több mint 1000 bérlet került eladásra, így összesen 1517 darab bérlet került értékesítésre. Ez nézőszámban annyit jelent, hogy több mint 4300 néző vehetett részt a 8 darab előadáson, ami a Múzsa és az Orfeum bérlet keretében zajlott le, és szintén 4300 körüli gyermek láthatta a nekik szóló előadásokat. Volt 7 darab szabad előadásunk, ez összesen 10 előadás keretében zajlott le. Itt több mint 5200 fő látogatta az előadásokat. 1700 fő tekintette meg a 3 ingyenes előadást, amelyek a Dériné program keretében valósultak meg. Fontosnak tartjuk ezeket az előadásokat azért, hogy azoknak az embereknek is tudjunk színházi élményt nyújtani, akik esetleg nem tudják megvásárolni a bérleteket, vagy egyáltalán nem jártak még színházban, és ezek az előadások teremtenek kedvet ahhoz, hogy a későbbiekben ők is a vendégeink lehessenek. Herné Szabadi Judit közművelődési szakember adott tájékoztatást a 2024-25-ös bérletsorozatokkal, megújításokkal és vásárlásokkal, valamint a szabad előadásokkal kapcsolatban. Készültünk két felnőtt bérlettel, két gyermekbérlettel. A felnőtt bérletek közül már megszokottan a Múzsa bérlet, Orfeum bérlet, gyermekbérleteink közül pedig van egy kisiskolás bérletünk, ami az alsó tagozatosoknak szól, és van egy óvodás bérletünk, ami az óvisoknak délelőtti időpontban. Ezek a bérletes előadások, ezek műfajilag nagyon sokszínűek, van közöttük vígjáték, van közöttük nagyon komoly dráma, van közöttük pszichotriller, van prózai előadás, zenés előadás, musical, családoknak szóló, felnőtteknek szóló, mindenfélét próbáltunk úgy összeválogatni, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. És a bérletes előadásokat szabad előadások egészítik ki, amelyekre ugye nem kell az összes előadásra előre megvásárolni a jegyet, hanem egy-egy előadásra lehet venni. Ezek most úgy alakultak, hogy még több, nagyobb kínálattal tudunk készülni, mint a tavalyi évben, és ezeknek most, hála Istennek, már megvannak az időpontjai, egy kivételével, amit igyekszünk majd időben leegyeztetni, de már jegyet is lehet ezekre a szabad előadásainkra kapni. Ezt a színházi évadot egészíti ki a karácsonyi ünnepkört körülölelő adventi programsorozatunk. A 4 adventi vasárnap mindegyikén készülünk egy-egy előadással. Az első vasárnap a gyermekeké, ott kicsi gesztenyeklub koncert szokott lenni már évek óta, ezt nagyon szeretik a gyerekek, nagyon szeretik a családot, ismerik ők a tévéből, tehát ez már visszatérő produkciónk. A második adventi vasárnap egy klasszikussal jelentkezünk, a Geszti Péter féle darabbal, a Dzsungel könyve című előadásában, a Pannonvár Színház előadásában, ez egy családi musical. A harmadik vasárnap szintén egy musicallel mutatkozunk be, ez pedig az Isten pénze című musical, ami a Charles Dickens Karácsonyi ének című darabja nyomán készült, és az utolsó vasárnap az a zenéjé, az már a karácsonyi készülődésé, kellemes karácsonyi, hogy Boldog Karácsony, Szexár címmel Jazza Kata és Poják Lilla koncertjét láthatják majd az utolsó adventi vasárnap. A Látomások című kombinált táncsót szeptember 17-én és 18-án adja elő a Freelusion produkció. A műsort eddig csak Budapesten láthatta a közönség, vidéken először Szexárdon debütál. A szexárdi szüreti napok előestéjén mindig szokott lenni egy ilyen nagy produkció. Az idén egy Queen estünk lesz. A Látomások címmel a Queen együttes dalaira összeállított zenés táncos produkció. Ez egy nagyon különleges tánc, nem néptánc, nem balett, ez akrobatikus táncot kell elképzelni, ami össze van komponálva egy 3D-s hologramos vetítéssel a Queen zenéjére. Azt kell tudni róluk, hogy az American Got Talentnek, British Got Talentnek a felfedezetjei, és innen indultak ők a világ hírnév felé, most nagy szeretettel várjuk őket Szexárdra. A másik ilyen különleges, nagy fesztiválhoz kapcsolódó előadásunk pedig a Pünkösdi Fesztivál előestéjén, csütörtökön mutatjuk be a történelmi darabunkat, a Kőszívű ember fiait a Magyar Oktal Színház előadásában. A bérletes időszak első előadása a Funny Money, Rossz pénz nem vész el című előadás lesz a Bánfalvi stúdió előadásában, de ezt megelőzően már van egy szabad előadásunk, a
az Egy életem című produkció Szinetár Dóla egyszemélyes színházi estjével kezdődik. A bérletek már megvásárolhatóak a Babits Mihály Kulturális Központ jegypénztárában hétfőtől vasárnapig 13 órától 20 óráig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Önök a Tolnatáj Televízió Kultúrszoba című magazinját látták. Viszontlátásra!